Dr. Gesztesi Enékő beszélt az Egyesület történelméről, működéséről. Az Egyesület 17 fővel jött létre, 1992-ben, ahogy említettem, a Tolna megyei levéltár épületében, és hát azóta egy 125 fős Egyesületté bővültünk. Három elnök határozta meg eddig az Egyesület életét. Dr. Szilágyi Mihály, aki két évvel ezelőtt hunyt el. Kacián János, aki az Egyesületnek húsz évig volt elnöke. És én vagyok most jó magam harmadik elnök. Az Egyesület, én azt gondolom, ezt szokták róla mondani, és ezt is gondolom, hogy tulajdonképpen dinamikusan fejlődik. Meg tudtuk azt tartani, hogy az idősebbekkel tartjuk a kapcsolatot. Ők alapították meg, ugye, ahogy említettem, most már több mint 30 éve az Egyesületet. Ők most már idősek, a tavalyi évben 8 Egyesületi tagot veszítettünk, viszont igyekszünk azt az utat követni, hogy az Egyesületnek meg kell újulni, hiszen 50 év múlva is szeretnénk, hogyha az Egyesületünk létezne, mozogna és tudna tenni lokálpatriótaként a közösségért, amiben mi tulajdonképpen élünk. Ez pedig Tolna megye. Számos településen vannak tagjaink, szinte azt lehet mondani, hogy minden városban, 25 közös, községben városban vannak, léteznek és működnek, és nagyon fontos, hogy működnek egyesületi tagjaink, részt vesznek az ottani értéktár bizottság tevékenységében, programokat szerveznek nap, mint nap. Azt gondolom, hogy nagyon jó partnerséget sikerült kiépíteni Tolna megyében. Ezt mutatják azok a programok, amelyekről majd később szeretnék beszélni, hogy gyakorlatilag bárhova fordulunk, mindenhol csak segítséget kapunk. Partnereink azok az intézmények, amelyek Tolna megyét meghatározzák kulturálisan. Ide tartozik a Vosész-Gimor múzeum, ide tartozik a, a Zes Gyula könyvtár, meg kell említenünk a Tolna levéltárat, az ő vezetőik egyesületi tagjaink. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ők mindenképpen belépjenek a, az Egyesületbe, hiszen ezzel valahol vállalják is ezt a tevékenységet, amit velünk együtt folytatnak. Nagyon szeretném kiemelni, mert egy új szín volt az elmúlt időszakban a PTLKPVK Dékányával, Dr. Gáborral, felvett kapcsolatunk, és hát itt gyakorlatilag szerződés idézőjelben is kötetett, hogy mi összetartozunk, és a Szülőföld Akadémia programunk az egyetem karával együttesen valósul meg. És még egy intézményt szeretnék kiemelni, ez pedig a Babics Mihály Kulturális Központ, amely helyt ad a rendezvényeinknek. És hosszú-hosszú évekig volt egy általános iskolás vetélkedőnk, amelyet ez év októberében fogunk feleleveníteni, felújítani. Szerencsére nincsenek egyedül, sokan támogatják a szervezetet. Az országos ifjúsági akadémiákat szeretném kiemelni a nagy országos akadémiák mellett, amit szintén háromszor tartottunk. Az ifjúsági akadémia pedig ö, ö, tavaly volt, tavaly ö, tartottuk nyáron, ö, 83 részvevővel, és Bonyhád volt most a központ. Általában szexát szokott lenni, és most már, most már úgy ítéltünk meg, hogy valahova máshova is szeretnénk ö, kivinni a rendezvényt. És amit itt szeretnék ö, megemlíteni, és ezúton is megköszönni, a rendezvény nem tudott volna most országos támogatásokból megvalósulni, úgyhogy 31 támogató, vállalkozó, önkormányzat nyomda, például a nyomda is nagy segítségünkre volt. Úgyhogy ez, ez számunkra egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, hogy tényleg akárhova fordultam, bárkit kértem, valamilyen pénzbeli vagy egyéb jutatással támogatott bennünket. Az Egyesület által szervezett rendezvények egy logikus láncolatra vannak felépítve. Kezdünk februárban a Béri Balog Ádám megemlékezésre, sőt azt lehet mondani, hogy február 6-án és szeptember 2-án Béri Balog elestének a napján, illetve a kölesdi csatának a, 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 a napján, Tartunk mindig megemlékezést, és felújítottuk az elmúlt időszakban több társzervezővel, illetve Bognár Cecil Gyula a, az irányításával a, a Béri Balog Ádám emlékművet. Létrehoztuk ott egy parkot, és én ezt azt gondolom, hogy nagyon fontosnak tarthatjuk. Március 15-én elmennek a gyerekekkel az Alsóváros és Újvárosi Temetőbe, igyekeznek azt rendbe hozni, gondozni a sírokat. Nem csak a jövő, a jelen, hanem a múlt is nagyon fontosnak kell lenni az életünkben. Ö, és ekkor ünnepi megemlékezések szoktak lenni, az idén március 12-én volt a megemlékezésünk. A következő nagyon fontos esemény, ami tulajdonképpen néhány nappal ezelőtt zajlott, ez a Honismeret napja. Kapcsolódunk az országos rendezvénysorozathoz. A Honismeret napja minden évben jelentős esemény. Idén a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikumban tartották meg. Az iskola szép műsorra készült. A megemlékezés során, illetve a, a, a gyerekeknek szánt program során először megemlékezünk Bél Mátyásra, aki a, a, a Honismereti mozgalomnak tulajdonképpen a, az nagyapja, ősapja, és március 24-én született, így már 340 éve, ő egy polihisztor volt, író, földrajztudós, történész, lelkész volt, tehát egy nagyon sokoldalú életet követett. Az, ebben az évben én emlékeztem meg róla, majd pedig az adott intézmény tanárai, dolgozói adják elő, ismertetik azt, elmúlt időszak kutatásait. A rendezvényt előadások és bemutatók színesítették. Varga Mihály a Tolna megyei halászatról, Orbán György szintén mind a ketten a, a, az iskolának a tanárai, és Orbán György pedig Baka Istvánra emlékezett, aki 75 éve született tavaly, és most szerettünk volna megemlékezni még egy éven belül. Majd pedig diákként két garaista tanítványom mutatta be a kutatásait, amelyek az ám ebben az évben a Honismeret című folyóiratban megjelenhettek. Egyikőjük a szexádi dűlő történetekkel foglalkozott, a másik pedig Duna Szentgyörgynek a a legendáival, ha szabad így fogalmazni. Minden év októberében köszöntik díjazottaikat. Az egyik fontos elismerésük az egyedanta díj, de nem ez az egyetlen. Ezen kívül itt ö, osztjuk ki a, az országos díjainkat is. Szeretném megemlíteni, hogy a Honismereti Szövetségnek, van egy nagyon híres díja, ez pedig a Bél Mátyás díj, ez a legnagyobb díj. Ezt az Egyesületünkben most már hatan érdemelték ki, és tavaly dr. Szőny Zoltán kaphatta meg. Fontos munkájuknak tartja a honismeret folyóiratot, aminek tartalmát diákok is formálhatják. A taktársaink, és mint említettem, diák, nagyon híres diákmunkákat is megjelentetünk, megjelenthetünk a Honismereti Szövetség jóvoltából, és amire nagyon büszke vagyok, a, ebben az évben, ö, januárban ö, kiadták az első számot a honismeretből, és két tanítványomnak a munkája ebben megjelennedett, amit tavaly az akadémián adtak elő, és csak ez a két munka lehetett meg az ottani 24 előadásból. Gesztesi Jenikő kifejtette pontosan, mit is jelent számára a honismeret, és milyen céljai vannak? A honismeret számomra a hagyományok őrzését jelenti, ez a legfontosabb szó. A hagyományok őrzését, a lokálpatriotizmus kialakulását, kialakítását, hiszen ebben nekünk nagyon nagy szerepünk van pedagógusoknak. Szoktam mondani, hogy a pedagógus szó az egy görög szó, görög szakos is vagyok, a pálysz a gyermek, az ágó pedig a vezetni. Mi vezetjük előre a gyereket. Ha vezetjük, akkor a gyerekek arra fele fordulnak, és nem csak a mobiljukat forgatgatják, hanem, hanem, hanem értelmes célokat tudunk nekik állítani, eléjük tenni. Igyekszünk bemutatni azokat a településeket, amelyen élnek, igyekszünk feléjük programokat közvetíteni, előadásokra járunk, előadókat hívunk meg, önmaguk adhatnak elő, önmaguk kutathatnak, és én ezt 12 éve kialakítottam. A Szexádi Garai János gimnáziumban működik egy honismereti szakkör. Nem is én kezdtem el, hanem Zentai András címzetes igazgató úr. Aztán volt, amikor ő nyugdíjba ment, akkor volt egy pár év kihagyás, és akkor utána kezdtem el ezt, és én ezt nagyon fontosnak tartom. A gyerekek járnak ezekre az alkalmakra, nem biztos, hogy mindenki azon a délután ott tud lenni, amikor foglalkozást tartok, de akkor eljön egy hétvégi programra, eljön egy, egy előadásra, eljön egy megnyitóra, kiállítás megnyitóra. Tehát ez egy szellemi közösség, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, ahol ő megnyilvánulhat, ahol ő kutathat, és ahol értelmes dolgokra irányítjuk a figyelmet. Nagyon érdekes volt pár évvel ezelőtt megfigyelnem, mennyire nem ismerik például Tolna megyét. Tehát lehet, hogy Dubajban járunk, lehet, hogy Amerikában kötünk ki, de lehet, hogy tolna megye közösségeit nem annyira ismerik, mint amennyire kellene. Úgyhogy kirándulást szoktam nekik szervezni évente, is itt is nagyon sok támogató járul ahhoz hozzá, hogy ezt mi meg tudjuk valósítani.